Na, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb csodálatos, fantasztikus streamben, ahol sok mindenről lesz szó, és üdvözöllek Kormi barátom, szia Tony barátom, hello, hello, sziasztok, kezdjük hát el a show-t. Sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, és szeretném veletek megosztani, mégpedig arról, hogy működik-e olyan a mikrofon, azt nem látom, működik nagyon jó, akkor nem csak tátogok. Szóval, hogy szia Redby, hello, hello, hogyan tovább? Nos, mint látjátok a kis képernyőn, na mindegy, igen, nevezük kis képernyőnek, a stream menetrendet. Ma csütörtök van, ami azt jelenti, hogy ma nem kéne, hogy stream legyen, viszont tegnap cserélték az ablakot nálam, és szerelők hada, úgyhogy pakoltam, mindegy, hagyjuk. Szóval, hogyan tovább? Ez ugye a kérdés. Ami változni fog, minden nap, hétfőn, szerdán és pénteken is 8 órakor kezdődik a stream, és mindig Just Chat-tel akarok kezdeni, megmondom őszintén, így a podcastunk miatt is úgy gondolom, ez a legkirályabb dolog az egész streamben, amit szeretek veletek beszélgetni, és ezt szeretném erősíteni, de nagyon szeretek játszani is. Miket fogunk játszani a közeljövőben? Ó, mész holnap dolgozni, Kormi? Na, király, király, király. Új hely, vagy pedig az eddigi munkahelyed a mozi? Egy pénztár. És mettől meddig dolgozol? Szóval, 8-9-ig lesz általában Jazz Chat, vagy ahogy megy. Utána hétfőn ugye Elden Ring. Ott kicsit gyakorolgattam azért a hétvégén. Nagyon keveset egyébként, úgy terveztem, többet fogok játszani, mert nem értettem dolgokat. Állítottam a gépen, a játékon egy csomó mindent, úgy érzem, hogy most egész 10-17 büfé, akkor kérek egy nagy popcorn nagy kólával. el kéne menni megnézni az új Godzilla filmet. Szarok, de én szeretem a kaiju filmeket. Szerda Cyberpunk lesz, illetve ugye pénteken a Days Gone-t folytatjuk, amiben kellemesen balfasz vagyok. Maradjunk ennyibe, nem nagyon akarja összehozni a dolgokat a két ügyes mancs. Na szóval, ez lesz a menetrend. Just Chat. Beszéljünk majd hova a Pustez Pécs tórátus jöhet. Kicsit avas lesz, mire ideér. Na, addig még kérek mindenkit, meséljetek, mizu veletek, hogy telt a húsvét. Tudom, már rég volt, vagy csütörtök, vagy hol van a húsvét hétfő. Voltatok-e locsolni, kaptatok-e piros tojást? Ittatok-e elég alkoholt, ettetek-e elég sonkát, tojást? A világét is mozogni fog a szem rajta múlni. Ó, hogy neked ilyen Csernobili van? Az kevény. Na szóval, ugye itt látjuk, ja igen, Just Chat-nél tartottam, itt én szeretnék olyan témákat boncolgatni, amiket én szeretek. Filmek, dolgoztál húsvét? Ó, nem részvétem, de sajnálom nagyon, hogy dolgozott kett egy ünnepen. Ellenben remélem, pótolod majd valamilyen formában. Popcornon kívül milyen sós van, az mindig beakad a fogamba. Hát ott van a nachos, Tony, sajt meg, hogy hívják, szalsza szósszal. Ú, igen, holnap megyek fő Budapestre, és szombaton a kedvenc helyemen. Ú, azt megmutatom, srácok, hát miket fog Barti bácsi enni. Arriba, te kvéra, olyan gírasz, hülye, olyan burritót fog tolni, hogy a belem is lángolni fog. Aha, elég szar lett az étlapotok. Ó, gyerekek. Ja, nem akartam tovább menni, gyere vissza. Ha ettetek jót, ide menjetek el. Én rizs és bab nélkül kérem a marhával. A csípős marhával. Szalsza, halapenyó, saj, tejföl, egy kis lime, koriander, úristen, de jó, paradicsom, saláta, aj. Popcornból a cheddar saj, van ilyen már, hogy cheddar sajtos popcorn, ez komoly. Nem is tudtam, nekem popcornból a sós maradt meg egyedül. Melyik Cinema City-ben dolgozol, Korni? És van ilyen büfé kínálat. Popcorn.
Elfogadom a sütike. És kapok sütit, gyereke. Hát nem csak popcorn sütit. Miért Pepsi kólának kell lenni a kurva Cinema City-ben? Régen Coca-Cola volt sokkal jobb, mint a Pepsi. Elnézést, de én így gondolom. Bacon sajt. Ez a bacon sajt, erre gondolsz, Kormi? Ha. Nekem a sima sósa popcornból. Ugye itt vannak a nachosok, Tony. Miskolcian. Tényleg? Nálatok máshol? Az kemény, kemény. Kemények ezek a miskóciak. A vaslakótelepen találtak egy kiló csedert a kokai szállítvány mellett, ezt bevitték a moziba. Nagyon menő, nagyon menő. Na, ott tartottunk, hogy Just Chat. Tehát olyan témák lesznek, amiket ti hoztok, szeretnék ugye veletek beszélgetni, aktiválódni, tényleg tök jó témákat főhozni, mint például most ez, de ez biztos, hogy lesz mozi, mármint filmek, sorozatok, könyvek, zene, minden, játékok, minden olyan, ami ilyen popkulturális. Én szeretném ezeknek a témáknak szentelni ezt a heti 3x1 órát. Miket kell itt engedélyeznem, te jó ég? Na várjál. Miskolc. Itt vajon kidobja, hogy Miskolcon? Majom ember. Azt se tudom, milyen filmek mennek a mozikba, úgyhogy Dev Patel, Jordan Peele, a majom ember. Mi az Isten ez? Az Oscar jelöltő Pitt, oroszlán. Ezzel a lenyűgöző akció thrillerrel mutatkozik be rendezőként. Amellett, hogy ő alakítja a címszereplőt. A sós olyan ízetlen utána, de akkor a saras cipő utó íze miatt. Utoljára Avataron voltam, taktika miatt nem ettem, végig kellett ülni most. Ja igen, ezt mesélted, igen, erre emlékszem. Na, akkor mi poszterekről beszéljünk, mert ide erre a falra, meg majd, hogyha esetleg költözök, akkor ide egy ilyen poszterfalat szeretnék csinálni. Nekem az régi nagy álmom, van pár, de bekeretezve, szépen fölrakva. Nagyon jó, nagyon jó. Majd Kormikám, akkor te leszel a poster dílerem. Nem tudom, miről szól ez a majom ember. Ebben a városban a gazdagok nem vesznek minket ember számára. Ezt most nem halljátok, vagy halljátok? Anyukám mondott régen egy mesét. Jó. A démon királyról és a hadseregén. Rettegést hoztak a vidéken. De felbukkant a nép védelmezője. Ez ilyen John Wick lesz. Mi ez? Vagy ez a majom király legendája? Ha! Egy apró varázs. Porrá égethet mindent. Köszi, Korvikám, köszi, köszi! Várj, tényleg majomszerű volt? Igen. Vagy csak egy maszk van rajta? A majom ember. Hamarosan a mozikban. Na, gyerekek, lesz verekedős film. Pont ezen gondolkodtam mostanában, hogy hiányoznak az igazi indiai. A főszereplő, igen. Ugye a Gettó Milliómosnak a főszereplője. Férfias film, az rohadt kevés van. Tehát ez a maszkulinitás gyilkolás az engem kezdett zavarni, és most megnéztem a... mindjárt mutatom mit. A Roadhouse, de én nem mondom, mert mondhatom, nem kell annyit diszkolózni. A Roadhouse Disco. Hát gyerekek, a sztori az szar. Before we start, do you have insurance? What? The coverage good? Like... Akkor kihívja őket, ő ilyen kidobó, kihívja a csapatot, aki törzúz, és így kezdi, miért elkezdenénk, van biztosításotok? Van. Milyen messze van a legközelebbi kórház? 25 perc. Van egy kocsához a közelben? I just slapped you, are you alright? What? Kurva jó. Godzillát kérek, Kormi, azt rakja nekem félre, légy szős. Godzilla kell.
Ez nagyon menő. Kaiju Forever. Jaj. A Roadhouse diszkó volt, ugye a magyar címed egyébként simán csak Roadhouse. Amazonon van fönt. Ha van Amazon előfizetésetek, ajánlom. Egyébként ajánlom az Amazont, mert 900 forint egy hónapra, gyerekek, és kurva jó filmek, sorozatok vannak fönt. Ez meg ugye egy régi 89-es filmnek az újrafeldolgozása. Mondom, a sztorival ne foglalkozzatok. Ebben nem a sztori a lényeg. Ez egy igazi macsó film. Kell az ilyen, kell az ilyen. Na ott tartottunk, hogy Cinema City, ussolsz YouTube. Az első Omen, ez meg a kedvenc horrorfilmem az Omen, csak mondom. Az eredeti. Istennek tervei vannak veled. A majmó bolygójával az a problémám, hogy az újjal nagyon lemaradtam. Nagyon tetszett az első rész, a második kevésbé, a harmadikat nem adták moziba. Ott áll elveszettem, hol állnak a dolgok, és hogy nincs kedvem újra nézni. Meg nem tudom, tehát az első rész után valahogy a második, harmadik, ment a Disney Plus-on, most ezt nyilván nem nyitom meg, mert az volt az első gondolatom, de kösz az infót, kösz az infót. Ezzel a gyermekkel bizonyítja. Van egy lány az árvaházban. A klasszikust azt ismerem. Az nagyon eredetit még a... Ő nem teljesen. Jaj, hogy hívják a színészt. Az meg... Itt van a fejemben, nem tudom kimondani. Őt azt nagyon szeretem. Rossz dolgok fognak történni. Meg... Gonosz dolgok. A Wahlberges, nekem az is tetszett. Ne, hogy... Áprilisban. Ne, gyerekek, ez kurva jó. Ezt megyek megnézni. Az az egyház hosszú ideje uralja a híveket. A Három testőrből is van új film. Jó, lesz szó, mert ezt javasolom, srácok. Ha nem láttátok, nézzétek meg az eredetiket. Mesterművek. Dűne esetleg? Ja, Godzilla-ról beszéltünk. Jó kis kaiju film. Irtozatos nagy fasság, meg sok mindent elkúrtak, meg sikítva rögtön egy-két részem, meg 11-nek a színésznőjét, tehát ezt nagyon-nagyon-nagyon unkedveltem az elmúlt évekbe. Szerintem mindig kis asszony. Mi van, láttad a Dűne 2-t? A bolygónk felszínén. Megharapom a nózidat. Hát a másodikat nézd meg. A Dűne 2-nél javaslom a könyvvel olvasását. A másodikból kimaradt pár nagyon fontos rész, ami benne van a könyvben, így a mondani való változik. Ha nem olvastad a könyvet, is élvezhető és kurva jó. Ha olvastad a könyvet, akkor meg hozzárakod, és ugyanúgy élvezed és kurva jó. Vajon miben tévedtünk még? Ki volt nyáron? Te voltál be a bányában, a három muskétest forgattak? Nem tudom, az hol volt, Tony. 2024-ben. Én nem van, hogy elmegyek le, egyedül is. Olyan is volt, hogy barátom nem akart megnézni, senki nem ért rá. A legjobb. Ugye, akkora flash egyedül elmenni moziba. Ezt most komolyan mondom, srácok. Amikor tök mindegy, szingli vagy párodat, beülsz egyedül a moziba, és csak vagy. És nézel egy kúra jó filmet. Még a kurva szar film is néha kurva jó tud így lenni. Higgyétek el, kurva nagy flash. Nem szólnak hozzád. Nem foglalkozol másról, csak úgy vagy. Az volt a kedvencem gimibe, érettségi előtt, délután elmentem a városba, beültem a moziba. Ketten voltunk ott, egy csaj meg egy én, leghátsó sorban ültünk a jobb ő bal oldal, aztán én odaültem mellé, hogy hát amíg kezdjük a film, dumáljunk. Ő ült oda, mert én olvastam, és hogy mit olvasok. Elkezdtünk dumálni, utána megbeszéltük a randit, és harmadik randin derült ki, hogy én érettségizek, ő meg harmadéves a jogon. Kurva jó volt. Redby, hidd el, veszel egy nagy popcornt, egy nagy kólát, vagy nachoszt, amit szeretsz, vagy máshogy leszarom, amit jól esik, beülsz, és te vagy a világ ura. És ha teheted, menjél első előadásra, ne legyen senki más a moziba.
Ja, te voltál. Na várjál, ezt megnézzük, hogy mit küldött Tony. Ja, de nem amikor forgatták, hanem most. Cigróte, Hinterbrühl. Európa legnagyobb föld alatti tava, Bécs déli peremén található, Hinterbrühl falucska mellett. Itt van a szomszédban, egész közel. Ó, oh, Tonikám, ez egész jó, ez tetszik. Köszi az ajánlást, ezt lehet, hogy nyáron megnézem. Köszi, Toni, köszi. Igen? Igen, igen, igen. Meg a 93-as, hogy hívják, szerintem egész jó volt a... Magyar trailer. Előzetes. Itt akkor már magyarul. Még akkor a címét mi, na mindegy. Azt tudom, hogy Charlie Sheennek nem volt ideje eljárni edzésekről, sem tudott lovagolni. Ez jó magyar lett, nem? Tetszik ez a magyar dialektus. Ugye a Kurt Sutherland van benne, a Charlie Sheen, a Doginak nem jut eszembe a neve, meg a Chris O'Donnell. Was irresistible. Did I miss anyone? King's life is in danger. We have work to do. 1,000 gold pieces on each of their heads, dead or alive. Jaj, meg a nem jut eszembe a neve. Őt is nagyon szerettem, a színészt. Nem Tim Robbins. Was everywhere. I hope we're not interrupting. Help us, musketeers. És a kereszt. Imádom. Kurva jó ez a film. Ja, köszi, Tony, az ajánlást. Charlie Sheen mindig ilyen volt. Kibénult le. Miről beszélsz? Milyen volt? Tony, várjál, nem tudom, miről van szó. Charlie Sheen lebénult. Ja, hát ő igen, ő megöregedett sajnos. Mi a neve? Mi a neve? Na, szóval Godzilla, itt tartottunk. Jön a kicsi majom. Az meg micsoda. Az nem Kong. De itt már egész majomváros lesz. Konosz majom. Tim Curry, azaz. Tim az meg volt. Nagyon jó színész, ahogy ebben játszott nagyon nagyot a sok filmben. Kong ezzel nem bír el egyedül. Nem lesz egyedül. A Godzillának azért lett rózsaszín a fénye, mert bazva, de hülye, nem jutnak ma eszembe a nevek. Dragon Ball alkotó, Toriyama előtt tisztelektek ezzel a színnel. Állítólag ezért lett ilyen. A Red Alert erre abban is volt, igen. Úgyhogy ez egy Evolved, ugye a Super Saiyan God-nak a... Imádom ezt a hangot. Ez vagy nagyon epikus lesz, vagy nagyon szar. De a kaiju filmek sajnos szarok, mert szar a történetük, de kaiju filmeknél nem a történet a lényeg elsősorban. Bár bárki bármit mond, a... Ó, hogy én egy fasz vagyok. Szóval bárki bármit mond, a Skull Island, az kurva jó volt, most legyen Pécs, mert itt lakom. Mozikereső, de nem mozit akarok, bazd meg, hanem műsort. Jó, méhész. Jaj, ez, oké. Most vagy soha. Oké, köszönjük. Köszönjük szépen a 6,5 milliárdos filmet az adófizetők pénzéből. Jó, vagy egyébként vannak jó filmek a mozikban. Tehát a Godzillát azt nem is mehettem volna ma megnézni, na mindegy. Még szombaton, még Budapesten lehet, hogy meg lehet nézni.
Jó, na, szóval ezek a filmek mennek most mozikba, viszont egy sorozatot figyelmet ebbe ajánlok, ezt is a Amazonon találtam, régen láttam előzeteseket, de valahogy úgy elfelejtettem, kurva jó, és a stream elején a zene is ebből van, a Has Been Hotel, Volt Valaki Hotel, ezt tényleg mindjárt megkeresem a... Ez tényleg, gyerekek, musical, én szeretem musicalt, tudom, hogy nem a művészeti alkotások legmagasabb szintje, bár belegondolva, hogy most már egy Broadway musical költségvetésén 100 millió dollár körül mozog, és olyan sztárok meg olyan tehetségek vannak benne, hogy úristen, és hát van, amit, hogyha Európába játszanak, vagy kijutok Amerikába, bár sajnos már szóval játszok, meg akarok nézni, az a Beetlejuice. Hú, annak a music, az a... Á, gyerekek. Na, jaj, a Has Been Hotel, nézzétek. Eléggé össze-vissza vagyok, de ismertek, ilyen vagyok. A Beetlejuice Say My Name száma. Say My Name. Nem teszem a kis csaj neve, aki a jobb. De ő. You could use a buddy. Ez kurva jó. Yes, I do, yes, I do. Girl, the way I see it, your daddy should be leaving and you should stick around and kill him. What? Tony, amerikai filmek költségvetése 6,5 milliárd dollár, forint, az 177-180 millió dollár. Marvel filmek nem készülnek ennyiből, vagy készülnek ennyiből, és ez csak Magyarországon nézik meg, mert kit érdekel, bár bocsánat, de tényleg kit érdekel Petőfi Sándor tőlünk nyugatra, keletre, északra, délre. Ő egy magyar ember, akit a magyarok tisztelnek, szeretnek. Akinek a verseit tanultuk. Oké, tudom, Japánban a Petőfi versek nagyon mennek, rendben, de akkor is 6,5 milliárd forint egy filmre. Nem láttam, de nem fogom kifizetni rá a jegyárat. Ezt most megmondom. Tehát... És hogy mélegre rakom, hogy Petőfi film, hogy ezt nézzem meg, ez. Sokan voltak rajta állítólag, de azt ne felejtsük el, hogy ugyanaz volt, mint annak idején a Honfoglalás című zseniális ős eposznál, hashtag szarkazm, az iskolásokat vitték moziba. De akkor én voltam gyerek, minket még úgy vittek el, hogy az iskola elvitt az osztálypénzből. Most a szülőktől bekérték a pénzt, hogy tanításon kívüli kötelező elfoglaltság, mivel utolsó két tanórán van, ezért nem is lehet elmenni. Igen, félig se egyik terem se. Hát lehet, hogy Miskolcon, de nem tudom. Az is lehet, hogy máshol annyian se voltak. Tehát mondom, Toni, Kormi, nem tudom. Nem voltam ott, és nem akarok olyat állítani, amiről nincs információm. De az biztos, hogy iskolások mentek, és plusz pénzt kértek rá. Egy olyan filmre, amit a mi adófizető forintjainkból készített el a magyar állam. Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon böki a csőrömet. 80 van. Hát igen, hát most... Igen. Tudod, hogy nézzük meg az előzetesét. Nem is láttam az előzetesét se. Mi a címe? Jézusom, az előbb néztük. Nem talpra magyar. Petőfi film. Most vagy soha. A színés szimpatikus. Elég egy cikra. És minden lángról lobban. Ezt, mint hogyha hallottuk volna most már ma egy filmben. Tudod, hogy mit veszíthetünk? Tudom, hogy mit nyerhetünk. Hogy a kisfiak szabadon beszélhessen magyarul az anyanyelvén. Az osztrákok egyesével vadásszák majd le a barátait. Ti sosem elmondtak. Hogy lehet egy Petőfi szereplő egy olyan színészt fölkérni, aki nem tud átérzéssel beszélni? Emberek, hé!
Bécsben tegnap kitört a forradalom. Szabadságot követel. És miért van az? Nagyon jó magyar színészeink vannak, de a filmekben olyanok játszanak, akiket szívem szerint bottal ütnék agyom, annyira szarok. Most vagy soha, azaz. A katonák rájuk lőttek. Petrovics. Alias Petőfi. A hadikot? Hát szerintem az borzalmasan rossz volt. Ellovagoltunk be. Szia, Fanny, drágok, ellovagoltunk jobbra is. Közelem volt a történelemhez. Megint történelmet hamisítottunk. Igazából volt egy nagy húzás. És nagyjából ennyi. Hát ennél lehet, hogy jobb. Nem tudom, milyen ez a film. Igazi Magyarországot! Az. Erre az. Ennél legalább annyit megtettek, hogy kiírták, hogy nem valós események alapján, vagy félig fikció, valamit kiírnak az elején. Mit fogunk csinálni? Fogta kemény a bácsi. De megütötte. Hol van a pénz? Magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy robok tovább. Nem leszünk. Hogy lehet így? De most... Esküszünk, hogy robok tovább. Nem leszünk. Ez most komolyan? Így mondja el a... Megmozdulnak, lövünk! Néhány tucat diák forradalmat játszik. Nem, a robok vagyunk, hogy szabadok. A feje tetejére állítsák. Érzelem is átélés nélkül. Hát Kálmán, Rákai Kálmán nagy filmet csinál. Hajj ő! És ez még csak a kezdet! Nem, még csak a kezdet. Mi ez? Ú, gyerekek! Sok minden van most a politikai térben, meg a köztudatban, amiről lehet beszélni, és ha gondoljátok, beszéljünk róla. De az biztos, hogy ez a film, ez... Nem az, aminek lennie kéne. Várjál! Van, hogy hívják? Paródia. Sándorom! Terézem! Na, hát... Lengyel Tamás mondjuk tud játszani, meg színészkedni. Őt mondjuk szívesebben megnéztem volna. Készen vagytok? Mindjárt! Milyen a hangulat laként? Van orgánuma. Mit mondjak neki? Mikor lesz itt forradalom? Mindjárt! Készülési látvány tervünk. Mindegyik pontot beleraktátok? Hát, érezzét. Mi az egy részlet? Ez mi? Semmi, ezen próbáltuk ki, hogy működik-e a nyomtató. Ez az. Ennyi. Nem akartuk túlbonyolítani. Elnézést, hogy közbeszólok, meg a de... Béke? Az egy elég jó hívószó, mert minél jobban riogatjuk őt... Szerintem, hogy terhesen verekszik, ami decemberben születik a gyereke? Igen. Nem tudom, most harmadik jobban tetszik. Mi a harmadik? Mert igaz most, hogy sohát nem láttam. Őket azzal, hogy háborúban állunk mindenkivel, annál jobban fogják szeretni a békét. A felmérések szerint ez működik a célcsoportnál. Milyen felmérések? Milyen célcsoport? Nem is állunk hatban senkivel. Még! Jó, mondom, mi van, Józsi. Elküldtük a 12 pontot egy fókuszcsoportnak tesztolvasásra, és nem hozott túl jó eredményeket. Kezdjük ott, hogy 85% el se tudta olvasni, mert analfabéta volt. 8,5% el tudta, de nem értette. Volt, aki a 12-es pont mellé, ami csak ennyi, idézem, unió, azt írta, hogy kivel? Anyáddal? A 12-es pont mellé pedig, hogy közös teherviselés, az, hogy kösz, nem. 5% szerette a pontokat, de így is inkább külföldre költözne, 1% nyilatkozott csak pozitívan a listáról, ez kettő embert jelent, és ebből az egyik az anyukád volt. Békét viszont mindenki szerette. Srácok, nem már! Erre most nincs idő. Higgyétek el, jók a pontok, tegyétek bele. Na. Mindjárt jövök, szintet tartom őket valami beszéddel. Jó, látom, hogy itt akkor van, van paródia, ami kell is szerintem. Kritika is van, azt is meg lehet nézni.
Na ez is egy érdekes film lesz, hogy Amerikában kitör egy polgárháború. 19 állam szakadt el. Mozgósítják az Egyesült Államok hadseregét. A Fehérház figyelmeztette a nyugati erőket, valamint a floridai szövetséget is. A harmadik ciklusát betöltő elnök azt ígéri, gyorsan leverik a felkelést. Szólj, ha felpróbálnál valamit. Tudnak róla, hogy amúgy konkrétan polgárháború zajlik egész Amerikában. Igyekszünk kimaradni ebből. Az alapján, amit a hírekben láttunk, így lesz a legjobb. Ez az A24 stúdió az egyre inkább a fókuszomba került a Hazepin Hotel miatt is. Megsemmisítő csapást mért az Amerikai Egyesült Államok hadserege. A 28 nappal és a bírójától. Elnök úr megbánta az amerikai állampolgárok ellen eszközölt légi csapást. Nem ismerem a hölgyet, Tony, nem tudom, hogy ő ki. De, kicsit túl vagyok vezérelve. Mi a franc? De nem tudom, hogy ki játsza, de aranyos volt. Valahányszor túléltem egy háborús zónát. Azt hittem, megüzentem az otthoniaknak. De várjál. Hol volt? Ja, berakom chatbe. Szerintem le van írva a leírásába, hogy ki játsza a hölgy ez ki. Ja, úgyhogy lesznek jó filmek, az biztos, megmondom, a Hazepin Hotelt azt csak ajánlani tudom, és ezek lesznek a változások, hogy én tök várom ezt az új műsorrendet, hogy Jazz Chat és utána Game, és nagyon bízom benne, hogy ti is élni fogjátok, és nektek is elnyeri a tetszéseteket, és örömmel csatlakoztok dumálgatni, és mondjatok nyugodtan témákat, hogy teket mi érdekel, és miről beszélgetnétek szívesen, vagy miről osztanátok meg a véleményeteket, mert engem az is nagyon érdekel. Kormi, Tony, Redby, Fanny, osszátok nyugodtan az ötleteiteket, nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi az, ami megmozgat titeket, ami olyan, hogy érdemes róla beszélni. Istenem, mindenki Alonso manőveréről beszél, mondjuk már. Szerintem lesz volt inkább a golfhoz. Jó, hozzuk a tinka, meg úszóversenyen indul. Hát ugye szombaton. Mit szólsz az újabban az anime adaptációkról? Erről szerintem beszélgettünk már több csatornán is több emberrel, hogy én megmondom őszintén, a Marvel filmek miatt is engem ezek a anime, képregény, mesefilm, élőszereplős adaptációk, nem győztek meg, és úgy vagyok velük, hogy nem biztos, hogy erőltetni kéne. Nem tudom, egy Dragon Ball élőszereplős filmet megnéznék szívesen, nem tudom, hogy volt, az szörnyű volt, arról ne is beszéljünk szerintem, de ami most ugye megy, amiről beszéltünk, és onnan jött az ötlet, hogy ezentúl így szeretném a streameket és a műsorokat felépíteni, az az X-Men 97, a gyerekek, ez zseni. Ez visszahozta az animációs filmekbe vetett hitemet. Jövő hét szombaton. Ezt gyerekként néztem. Hol apukák, akik a bogyós babucára jönnek, majd ajánlom az alkoholos üdítőt a büfébe, hogy túlék az egy óra. Igen, az jó. Pultalók, Hormi. Ja, vagy már lehet sört venni. Most már a mi kezünkben van. Ugye elmondták az alkotók, hogy teljesítették a szerződést, meg volt a epizódszám, évadszám, és vége volt. De idén újra kezdték. Minden szerdán van új rész. Hú, gyerekek, kurva jó. Kurva jó. Én olvastam, meg volt az összes X-Men képregény is 2000-ig. És azt meg, amik ott voltak, azokat látom vissza, és nagyon jó. Bármekkora is a sötétség. Ekkora a sötétség. Hinnünk kell. Egymásban. Ezt most közösen, da, 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 da. Ez az apu. Nyaggass még egy kicsit.
Disney azért van a szinkronos tartalom. Azért van, bőven. Van, amit én is megnéztem, hogy szívesen szinkronos a Fred Alvó film. Holy! I don't want to live anymore! Ezt a sorozatot ajánlom. Akkor el tudom képzelni, tehát én is, amikor mit tudom, haveromnál vagyok, és a kisgyerekeket altatják, és amiket néznek, és végig kell neki nézni minden este, szerencsétlen. Nem lennék a helyébe. Nem lennék a helyébe, az biztos. Ez mi az Isten? Why do you seek imperial favor? Years ago, my people were all but destroyed. My anger gives me strength. This is a collide. It is that strength I offer the Empire. Offer accepted. I'm here to present you with an opportunity, Barriss. Na igen, én a Scrapszal voltam, így hát megnéztem angolul. Your path is set, Morgan Elspeth. Morgan Elspeth. I will fulfill my destiny. Morgan Elspeth, ő volt, ő a Ahsoka sorozatban, ő az, aki ugye elmény megkeresni a Thrawnt. Inquisitor. Only breeds defeat. I will help you overcome this weakness. Attack! You said the Empire would help to change things. Everything comes at a cost. My world has been burning. You got it, Bina. Since I was a child. Tales of the Jedi, vágom. Ez mi? Erről tök lemaradtam. Yeti? Mondtad? Everywhere there is life. But you must face death. Honor it. Do not fear it. Jedi. Ez Ahsoka sorozatnak a űrjeit töltik ki? The best way I can protect. Én erről nem is hallottam. Master Dooku. I want to bring peace and order to the galaxy. Stop! It is the only way you will truly have victory. I wonder if Disney Plus will be a Star Wars. Again. Qui-Gon. Stand down. Dooku, fiatalon. The coming darkness. Let's hope all that training pays off. And who might you be? Ez a gondolatom, hogy sorcok lesznek, ez kurva jó. Meg lesz az Acolyte ugye idén a minisztránsok. Ez is érdekesnek tűnik. Új trailer. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. Nem bízunk a szemünkbe. Tell me what comes into your mind. Life. Balance.
I see fire. Csokolom. Ez az végre női kemény Jedi. Hú, de ellökte. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. Ez azt hiszem a rend újjáépítése. I sense the darkness. Hát ez azért mindenkivel verekedni akar. The darkness rises. This isn't about good or bad. This is about power and who is allowed to use it. Évez, igen, Old Republic. Az jó, végre akkor távolodunk. A kurváról nem a Skywalker erát. Június 4. Good. Ígéretes. Kis minisztránsok. Kik játszana benne? Amanda Steinberg, Maya, Daphne Keen. Tényleg ebben lesz a Daphne Keen. Ő játssz az X-23-at ugye a Wolverine-be. Még gyönyörű kislány volt, és hát gyönyörű felnőtt nő lett belőle. Bazd meg, a sötét anyagokban is ő játszott. Nem ő játszott. Jó. Majd nem ő a főszereplő. Ő lesz a Daphne Keen. De, ő a főszereplő. Vagy ő, nem ő játszik az X-23-ba? De, ő az. Csak ott volt a kis... Aha. Logan a farkas. Igen, abban játszott. Nem szopnak a minstrens fiúk playben, súr. Nem jutott. Ekkor igen, vannak problémák. Milyen a hangom egyébként, mert stream előtt valamiért a mikrofonom teljesen meg volt őrülve, és láttam, hogy most nagyon túlvezérelt voltam egy darabig, de is úsztam gyorsan. Remélem annyira nem szörnyű. Jaj! Ezt is nagyon várom. Ezt várom? Ez a régi, nem? Az újat várom. Imádom a szellemírtókat, nem tudom miért egyébként. A borzongás birodalma, ez lesz az új égem. Voltak már találkozásaink a megmagyarázhatatlannal, az ismeretlennel. Voltak kadás? Akkor azért, mert túl volt vezérelve. Hideg lelős holmiáért. Nos, ez tényleg nagyon-nagyon érdekes. Köszi, Tony. 40-ért adom. Nem is láttam még ehhez foghatót. Soha. 60-ért. New Yorkban egyre több szellemtámadás történik. Szellemírtók, halljam, mit akar! És csak is mi vagyunk képesek. Ez nagy merezet! A védekezésre. Íme az új paranormalitás kutatóközpont. Itt szabadon mászkálnak a szellemek. 40 éven át vadászunk rájuk. Most tanulmányozzuk őket. Ez cuki. Mióta idehoztad ezt a gömböt, különös dolgok történnek. Mintha ez uralná a többi szellemet. Valami próbál kijutni? Több valami. Meg lehet, hogy ebből hidegháború lesz. Egy sereg szellem, akik ölni tudnak. Aha, jöhet, köszi. A félelem áll. Kész, atyek. Puszta rengeteg lesz. Na és akkor mi a terv? A szellemírtók vagyunk. Itt maradunk és harcolunk. Jó lesz ez a film. És lőjetek mindenre, ami ijesztő. Kereteken belül jó, tehát a jó fogalma az szubjektív. Az a gömb, a jó. Szeretem az ilyen kalandfilmeket. Elhozza az emberiség végét. Egy új jégkorszakot. Tűnj el onnan!
Jó, nagyon gonosz a néni. De vicces, mert hogy hívják Szellemirtók is így kezdődött, nem? Az eredeti második rész. Hamarosan a mozikban. Jó, ezt várom. Ezt tuti megnézem. Magyar szinkronos trailer. A Borderland. Aputest, jó, azt nem érdekel. Ujjaj! Nem már, Mike, lassíts! Sietnünk kell! Nagyon rommáj, kell egy gyömbérsör! Vegyél egy gyömbérsört, de semmi mást. Ugye friss ez a hoddog? Ja, tegnap raktam be. Kérek egyet, lötyentet rá a savanyúból is. Nyisd ki a kasszát! Te ott maradsz! Az a pult, az kitűlsz, Markus? Az nem az enyém, Mike. De, az övé. Kussolj már! Markus, irány a kocsit. De biztos nyom a pofámba. Most kire hallgatsz, rá vagy rám? Sajnálom, uram. De mennem kell. Hívja a rendőrséget. Miért maguk nem zsaruk? Hé, hey, Reggie, betoltad a nasimat? Nem, uram. Megetted a nasimat, el kéne menned melózni. Tengerész gyalogos vagyok. Akkor megkeres egy házat. Közben elhívtak. Apa, na hova? Bizonyíték van rá, hogy Conrad Howard, a Miami rendőrség néhai százados a drogkartelekkel működött együtt. Évekig. Az idén. Na jó, ez jó lesz. Viszont srácok, én azt mondom, hogy váltok egy képernyőt. Köszönöm.